Köszöntöm a kedves televízió nézőket a Kincstársa Algó legújabb műsorában. A mai napon egy különleges stúdió vendégünk fog érkezni, akinek a képeivel, illetve nevével már többször is találkozhattak itt a Kulturális Magazin műsorunkban. Ő nem más, mint Csomor Imre, a fotózás szerelmese, akit nemrégiben vehette át a Nógrád megyei közgyűlésnek a díját. És hogy ezen kívül még milyen témával készültünk mára, azt mutatjuk is. Fekete, fehér, színes. Az 52. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle díjátadó ünnepségének adott otthon Salgótarján. Beszélgetés Csomor Imre fotóssal, aki a napokban vehette át a Nógrád megyei közgyűlés díját Földre néző szem, égre néző lélek című alkotásáért. Idézőjel rovatunkban Debreceni Boglárka előadásában Sündögök című saját költeményét hallgathatják meg. Salgótarján adott otthont az 52. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle díjátadó ünnepségének. A szemlén fekete-fehér és színes kategóriában lehetett nevezni amatőr és profi fotográfusoknak egyaránt. Huszár Máté alpolgármester köszöntője után Horváth Imre, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének elnöke osztotta meg gondolatait a fotópályázatok rendszeréről, a fotóművészek és a zsűri szerepéről. Hogy is történik ez? A pályázat rendezője felkéri a zsűrit, hogy ilyen és ilyen kiállításhoz, illetve fotoművészeti pályázathoz a zsűrizést vállalja el, majd közzéteszi a szabályzatot, hogy mi alapján lehet pályázni. És akkor jönnek az alkotók, előveszik az előző évi anyagot, vagy az előző két évit, megnéznek hasonló pályázatokat, végignézik, hogy akkor mik szerepeltek jól, és nagyon sokszor itt meg is állnak a dologgal, és azt mondják, hogy hát nekem is van ilyen képem, gyorsan elküldik a pályázatokra. És ekkor jön a zsűrinek a szerepe, hogy ezeket a képeket le tudja úgy válogatni, hogy számunkra mégis érdekes, nem egy ismétlődő, eredeti anyag jön létre. A zsűri, ha jó a zsűri, akkor mindig azt keresi, mindig az eredetiséget, mindig az egyedi, a szubjektív látásmódot. Erre tudnék mondani egy példát. Nemrégiben egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt hatalmas botrány volt a világban, mert egy kínai festő, aki bármilyen festőnek a stílusában tudott festeni, készített néhány képet, többek között Jackson Pollocknak egy képét, nem másolatot készített, Jackson Pollock stílusában készített képet. Eladta egy galériásnak, viszonylag olcsón. A galériás igen nagyon megörült ennek a lehetőségnek, és természetesen horribilis áron értékesítette az anyagot. Na most ebből lett a balhé, hogy úgy mondjam, mert kiderült, hogy nem Jackson Pollock műve, miközben tökéletes stílusban volt festve. Miután kiderült, hogy ez a kép nem valódi kép, innentől kezdve már az érdeklődés is lanyhult. Pedig mi a különbség? Mondjuk megkérdezhetném, hogy például ki emlékszik arra, hogy hívták ezt a kínai festőt. Nyilván senki, én magam se. Pedig láttam a róla készült dokumentumfilmet, érdeklődtem a témába ezután, de még a nevét se jegyeztem meg. Viszont Jackson Pollockét valószínűleg mindnyájan ismerik, akik kicsit foglalkoznak a gesztus festészet világával, foglalkoznak a szürrealizmus kor környéki alkotásokkal. És itt lehet ezt a különbséget tetten érni. Hogyha egy valódi Jackson Pollock képet nézünk meg, akkor azért képesek vagyunk akár kilométereket, 100 kilométereket utazni, hogy megnézzünk egy ilyen kiállítást. Egy Jackson Pollock stílusában készült képre már senki sem kíváncsi. Most ugyanez van a fotózásnál is, és itt azért mondom el ezt a részletet, mert ezeket a képeket most itt nem láthatjuk, hiszen a zsűri, ha jól végezte a munkáját,
már pedig jól végezte a munkáját, akkor nem igazán tetten érhetők azok a képek, amik igen hasonlatosak a tavalyi vagy tavaly előtti pályázathoz. És itt van a felelőssége a zsűrinek, hogy ezt megtegye, itt van a felelőssége a pályázatrendezőnek, hogy olyan zsűrit válasszon ki, aki ért hozzá, aki értő szemmel látja, aki ismeri az elmúlt évek, évtizedek képeit. Nos, ez itt megtörtént, a zsűri jól végezte a munkáját. Egy olyan pályázaton, amelyik idősebb, mint például a Amafosz, hiszen 52. alkalommal rendezik meg, mondhatnám, hogy a regionális fotópályázatok közül Magyarországon a legmegbízhatóbban megrendezett pályázat, hiszen ez folyamatosan minden évben váltott rendezőkkel megrendezésre kerül. Vannak olyan régiók, ahol kimarad egy-egy év, egy-két év, néha hosszabb idő is, és ez a szövetségnek is problémát jelent, hiszen ezekre a területekre is kell figyelni, és meg kell tennünk azt, hogy mindenki hozzáférhessen fotópályázati oldalakhoz. A fekete-fehér kategória nyertese Herpai Imre lett, akinek távollétében díját Demeter Pál, a Heves megyei fotóklub elnöke vette át. A színes kategória első helyezettje Berendi Tibor, salgótarjáni lakos lett. A fődíjat a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének plakettjét Szarka János, miskolci fotográfus nyerte. A díjazottaknak Homoga József, a Nógrád megyei fotóklub egyesület elnöke is gratulált. Szeretném megköszönni a magam, valamint a Nógrád megyei fotóklub egyesület tagsága nevében, hogy az általunk meghirdetett 52. Észak-Magyar Fotóművészeti Szemlére elküldtétek alkotásaitokat, és eljöttetek a kiállítás megnyitóra. Gratulálok a kiállítóknak és a díjazottaknak. További sikereket kívánok a fotózásban, és jó egészséget mindannyiunknak. Köszöntöm a kedves nézőket, a mai stúdió vendégem Csomor Imre, a fotózás szerelmese, aki nemrégiben vehette át a 17. Nógrád megyei őszi tárlat díjkiosztóján a Nógrád megyei közgyűlés díjat. Köszöntelek, Imre! Én is köszöntelek. Először is, nézőket is. Először is szeretnék gratulálni a díjathoz. Köszönöm szépen. És ha jól tudom, akkor nem csak a Nógrád megyei közgyűlés díját vehetted át, hanem nemrégiben az 52. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle megnyitóján egy külön díjban is részesülhettél. Igen. Ehhez is nagyon örültem. Igen. Ehhez is tiszta szívemből gratulálok neked. És akkor egy kicsit nézzük meg, hogy milyen alkotásaidért is vehetted át a díjakat. Tehát a közgyűlés díját Földre néző szem, égre néző lélek című alkotásodért, míg a másikat a Kékhold szimfóniáért. Hogyan találod ki a címeket? Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, mert a címadásnak valóban nagyon nagy jelentősége van a képek megszületése során is már, hiszen mind ez motiválja. Maradjunk a másodiknál, a Kékhold szimfónia, hogy született. A Kékhold szimfónia az egy végtelenül egyszerű képnek tűnik első ránézésre, de egy nagyon összetett egy ilyen épület részlet, ahol azért az aranymetszések szerepelnek, és a falon látható egy alig látható, inkább úgy mondom, egy keretezett kép, amely egy olyan fakeretben van, amely teljesen nyers fa. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy egy gyújtósból lett hasítva, egy gyújtós tűzifából lett hasítva, és saját kezemmel hasítottam természetesen a lehető legvékonyabbra, és ebből állt össze az a keret, amely számomra azt szimbolizálja, hogy ez az alapanyag. Tehát ami itt a földünkön, ezen a kis golyóbison rendelkezésre áll, ez az alapanyag, ez nagyon fontos, mint ahogy napjainkban is tapasztalhatjuk, egyre inkább. És a kép a kereten belül, az pedig egy csodálatos műalkotás, az is az a szememben, egy
egy zongora, amely egy asztalos remekmű és egy hangszerkészítő remekmű, amely csodálatosan példázza azt, hogy például az ember, mint alkotó lény, hogyan a saját teremtő képességében hogyan alakítja át az alapanyagot végtermékké, vagyis ezek ki a csodákká. És akkor, ami nincs azon a képen, azon a kis képen, ami a falon van, tehát azért mondom, hogy összetett a kép, ami nincs rajta, az maga a zongorista. Tehát az a zenész, aki képes ezt a hangszert, ezt a remek művet megszólaltatni, és képes a zenének, mint a lélek hangjának, a nyelvén szólni az emberekhez. Na most ez az alkotási folyamat, ez azért, valljuk be őszintén, sokszor eléggé magányos, hiszen amikor egy zenész beül a szobájába, és lehet, hogy eszébe jut valami szép dallam, elgitározza, vagy elzongorázza, akkor általában egyedül van, hiszen olyankor jön az ihlet. Na most ennek a következménye lesz az, hogy utána kidolgozza, azt kezdi el megalkodni, vagy befejezni, amit elképzelt az elején, vagy még akkor nem is, csak menet közben jött valami ihlet, és akkor elkészül a mű. Aztán kikerül egy, mit tudom én, valaki meghallgatja egy barátja, meghallgatja egy ismerőse, aztán utána a szakmai körökben is meghallgatják, és mondjuk, hogy csodálatos, valaki javasolja neki, hogy legyen ebből egy kis lemez, vagy adják ki, vagy valami, és akkor kiadják, és utána egyszer csak ott találja magát, mit tudom én, 100 000 ember előtt, aki mind az ő dalát énekli, vagy dúdolja. És ez egy csodálatos alkotói folyamat, tehát ehhez viszont ugye valamilyen kapcsolatot kell létesíteni az univerzummal, ahogy az univerzum energiájával, ami mint tudjuk, ugye vallási alapon is többféleképpen nevezendő, de én most nem akarok így kitérni a részletekre. Na most ezen a képen ugye ez található, ez látható, és ami nincs rajta, az is ott van, csak az nem látható. Na most, aki eljátsza ezt a dallamot, ez mondjuk legyen egy szimfónia, tehát egy egész komplett mű, hiszen itt nem egy dalról van szó, hanem egy egész emberiség történelméről, akkor ezt abban a tudatban teszi, hogy most ez valahonnan jött, nem tudom honnan jött, megalkotom, eljátszom, nekem a lelkemből jön, tehát belülről ez fakad belőlem, és utána egyszerűen csak a kezem által, a zenei tudásom, vagy a kézügyességem által, azon az asztalos és hangszerkészítő remekművön én ezt eljátszom, és mindennek az alapja az a kis alapanyag, ami ott körbe van. Tehát ez így lett Kék Hold szimfónia, a Holdat még kihagytam, mert hiszen a Hold, az tudjuk, hogy a Föld forgása során, ugye az útja során egy nagyon fontos szerepet játszik, ugyanis azzal, hogy itt a Földünk körül kering, ezzel egy bizonyos szögben megdönti a Földet, tehát van ez a dőlésszög, és ezt a szöget a Föld tudja folyamatosan tartani. És ez teszi lehetővé azt, hogy az emberek, vagyis az emberiség életében vannak kiszámítható égövek, tehát tehát azt sem akarom felsorolni, de az a lényeg, hogyha a Hold nem lenne, mint olyan, ami az emberiséget végigkíséri, akkor bizony nagyon nagy probléma lenne, hiszen talán óránként váltakoznának az évszakok, és azt szerintem nehezen tudnánk elviselni. Tehát mondjuk ennek a Kék Hold szimfóniának így született meg a címe. Tehát azért én úgy érzem, hogy ez fejezi ki azt, amit gyakorlatilag a képpel is ki akartam fejezni. Értem, én egy kicsit, amikor olvastam ezt a címet, én kicsit elkalandoztam, mert hogy van ez a Kék Hold jelenség, ami azt jelenti, hogy egy hónapon belül kétszer van teli hold. Én ebbe próbáltam meg betuszakolni ezt a képet. Tehát tulajdonképpen maga a címadás is már abszolút művészet, akkor úgy látom. És hogyan találod ki? Tehát jársz, kálsz, nézed a képet, és akkor ez így eszedbe jut róla, vagy ez hogyan történik, hogyan zajlik ez benned?
Hát ez egy elég hosszadalmas folyamat úgy önmagában, mert a kattintás, mint olyan, tehát a fotózás az egy pillanat csak, és sokan talán úgy gondolják, hogy hát az végülis most már, hogy okostelefonok vannak, és mindenféle képességekkel rendelkeznek, ez nem gond. De én éppen emiatt is talán, meg a diaporámás, illetve a digiporámás múltam miatt is én mindig tovább gondolom a képet. Tehát a digiporámánál és a diaporámánál ott asszociáció van. Tehát az egy nagyon rövid műfaj, ami a mondjuk a műsornak az időtartamát jelenti, és ezért van az, hogy például ilyen digiporáma, vagy korábban diaporáma fesztiválokon például 5 percben határozták meg maximálisan egy diaporámának, vagy digiporámának a hosszát. Tehát ott röviden, szinte szimbolikusan kell elmesélni valamit, nem is annyira elmesélni, tehát nem annyira egy történet, hanem inkább egy érzés, vagy egy vélemény, vagy egy bírálat, vagy bármi. Tehát nagyon sok ilyen van, és már én a diaporámás korszakban is diaporámáztam, és akkor is voltam sok fesztiválon, de akkor főleg csak mint nézőként, és próbáltam meg leszűrni, hogy melyik hat rám, és melyik nem hat rám annyira, melyik volt csodálatos, de általában, amik már oda eljutottak, hogy a diaporáma fesztiválon levetítették, az már bizony nagyon művészi, és nagyon különleges alkotás volt. Egy megfelelő bevezetéssel, egy bizonyos képsorozattal, és a végén pedig ugye egy csattanóval általában, ami nem ugyanaz, mint egy viccnek a poénja, de mégis van benne egy csattanó. Tehát ott tesz pontot az alkotó a mondani valóra. És az az érdekes benne, hogy én mióta fotózom, azóta szinte csak diaporámában és digiporámában gondolkodom, tehát lefotózok én persze eseményeket, meg emlékképeket, meg ha szépnek látok valamit, minden, de én mindig már ezt egy kicsit tovább gondolom, tehát hogyha van egy zene a fejemben, és itt jön vissza a Kék Holt szimfónia, hogy a zene az nagyon fontos az én életemben, akkor már arra én elkezdek vizualizálni, és mit tudom én, hogyha meglátok egy olyan témát, vagy egy olyan valamit, ami abba a témakörbe bele fog illeszkedni, vagy bele tudom majd illeszteni arra a kifejezett zenére, akkor én azt lefényképezem, hogy félrefordulva, vagy sokan nem is tudják, a Homoga József, a fotóklub elnök egyszer azt mondta, hogy ő nem is tudja sokszor, hogy valamit miért fotózok, de én tudom, én azért fotózom, vagy majd még valami más is lesz, nem csak ennek a kirándulásnak mondjuk az emlékképe. És akkor ugye, hát ha azt nézzük, akkor pedig a diaporámás múltam és a digiporámás jelenem miatt ugye én nagyon sokszor asszociációkban gondolkodom. Tehát, hogy valamit valamivel összekötni, valamiről valamire asszociálni, valamilyen összefüggésbe hozni dolgokat, és ezt lehetőleg egy képen belül úgy, hogy mintha egy képes diaporámát néznél. Tehát nem 5 perc, csak egy kép. És én ezen igyekszem, tehát ezért alakult ki ez a stílusom, amit hála jó Istennek most egymás után két fórumon is, vagy tárlaton is így jutalmaztak. Úgyhogy ennyit tudok erről mondani. Tehát nálam ez egy alapvető dolog, hogy én nem csak az elkattintott képet vetítem le, hanem megpróbálom belesűríteni mindazt az érzelmet, mindazt a mondani valót, mindazt a esetleg fájdalmat, vagy aggodalmat, ami a világért, vagy a bolygóért, vagy nem tudom miért, bármi érdekes, nem csak aggodalomról van szó, hanem amikor örülsz valaminek, vagy nagy boldogságért is, ezt is ugyanúgy beletenni, és ezt egy képen belül azért több képből, és ezért van a Pixel Levitációk című kiállításnak is a címe, hogy ez bizony úgy áll össze. Hát nem úgy pixelenként, de gyakorlatilag biztos, hogy mindig az esetek többségében több képből születik meg az, amit ki akarok fejezni, és aztán úgy adom meg a címet, hogy ez lehetőleg asszociatíve, az is jelezze azt, hogy miről szól.
Említetted, hogy amióta fotózol, azóta szinte te diaporámában, illetve digiporámában gondolkodsz. Mióta fotózol? Hát én a valós fotózás, tehát az hogy először mit tudom, az első szemben a gépemmel fotóztam, hát az már általános iskolában is megvolt, de hát akkor inkább csak ilyen osztálykirándulásokon, akkor nem gondoltam még ilyesmire, előhívtuk a képeket és kész. Amikor úgy igazán elkezdett foglalkoztatni a fotózás így egy kicsit komolyabban, az pedig a főiskola közben és után volt, ott volt egy fotóklub, ahova én jelentkeztem, és már akkor is tehát akkor még tényleg csak fotóztunk, tehát fekete-fehér hívások voltak, de én már akkor is diáztam, és én hívtam elő a diákat mondjuk a laborban, és egy óriási nagy csoda volt, amikor abból a filmből, amikor a végén egy színes dia lett. Tehát például, amikor NDK-ban annak idején kim voltunk, így a nyári szünetben, akkor azokat a diákat már én hívtam elő. És ez engem úgy elvarázsolt, hogy milyen dolgokat lehet csinálni, vagy milyen eredmények születhetnek, hogyha odafigyel az ember, és akkor már egy kicsit komolyabb géppel voltam, az még a fotóklubnak volt az eszköze, az ottaninak, és a diaporáma az pedig valahogy úgy mindig benne volt a fejemben. Tehát, hogy hallottam egy zenét, akkor én azt láttam. Tehát rengeteg zenét ismerek, hála jó Istennek olyan srácokkal vagy lányokkal jártam a főiskolára is, akik mindig hoztak valamit, és megmutatták, és azt mondták, hogy ezt hallgass meg, Csomiát, ez nagyon jó, ez. És volt, amelyiket nem tudtam meghallgatni elsőre. Tehát volt olyan, hogy egy egész éjszakás rajzfeladat kellett hozzá, hogy forgassam a kazettát, de azt el kell mondjam, hogy amit elsőre így, mondjuk egy soft machine, vagy egy van der Graaf generátor, amit lehet, hogy nem sokan ismernek, de akik így az alternatív rockzenében tisztában vannak, azok úgy hallottak már. És akkor ezt reggelig hallgattam, tehát 6-szor ment le az egyik oldal, és 6-szor ment le a másik oldal. És mire reggelre már 7-szer is be akartam tenni, már olyan gyönyörűnek találtam, és olyan fantasztikusan szépnek, hogy ez az időszak kellett hozzá. Tehát elsőre majdnem, hogy mi ez elmondtam, nem egy slágerzene, azt le kell szögezni, de van, amelyik így hat. Aztán voltak ugye egyéb alternatív zenék, yes, és ez mind valaki által, valakitől ajánlottan ismertem meg, és rengeteg volt a fejemben, és némelyiknél ilyen ellenállatottan kényszert éreztem, hogy valamit vizualizálni kéne rá. Tehát, hogyha most itt van ez a fotó, meg itt vannak ezek a diák, akkor hogy lehetne ezt megjeleníteni, hogy mindenki számára egy kicsit közömmel, ne csak leüljünk egy sötét szobába, és akkor csak hallgassuk, hanem hogy amit én látok, vagy bent van mélyen valahol a lelkemben, és kihoz belőlem ez a zene, az megjelenjen valamilyen formában. Hát a tényleges fotózás az ott kezdődött, aztán a diaporámázás, meg amikor hazajöttem, ugye szerződésem volt egy céggel, és megkerestem a fotóklubot, Homoga Józsefet, és mondtam neki, hogy hát van egy csomó diám, amiket már úgy fejbe összeállítottam, de igazából még nem tudtam megnézni, hogy ez most hogy mutat nagyba, képekre meg, és akkor öt zene volt, amit én kiválasztottam, és arra már megvoltak a fejemben, a diák már megvoltak, csak még gyakorlatilag nem volt kész az anyag, tehát nem volt megtekinthető. Mert az ugye a diaporáma, mint tudjuk, azért két gépes volt minimum, két géppel kellett vetíteni, és az úsztatás. Tehát az úsztatásoknak nagyon nagy jelentősége volt, amikor az egyik képből átúszott a másik, a következő képbe, és megjelent egy harmadik kép, ami már egy ilyen varázslatos asszociációt eredményezett a nézőben is, és mindenkiből ugyan mást hoz ki, tehát az nem kell, hogy ugyanazt hozza ki, de mégis valamilyen módon hat. És hogyha a zene még ezt alátámasztja, vagy a zenére van ez megszerkesztve, akkor és ritmikailag is, meg hangulatilag is illeszkedik, akkor ez engem mindig elvarázsolt, és ezért kezdtem el csinálni. Amikor Homoga Józsi azt mondta, jó, van, akkor hozzá be egyet, azt mondja, odaadjuk a gépet, próbáld ki, rakd össze, mutassad be. És amikor
amikor az első ötöt, amit így egyszerre csináltam meg, mert már hiszen kész volt a fejemben, akkor azt mondta, hogy hú, hát ezt le kéne vetíteni nagy plénum előtt is, mert hogy az annyira tetszett neki, és most is köszönöm neki, hogy akkor az ő biztatására ugye én folytattam ezt a diaporámázást, aztán később meg a digiporámázást, mert hála Istennek nagyon nagy sikerélmények járultak vele. Tehát igazándiból egy fotósnak a képei tulajdonképpen szinte a gyerekei. Létezik olyan, hogy van kedvenc gyereked? Van kedvenc gyerekem, mindegyik. Mindegyik? De, amelyeket már kiállításra szánok, az már mindegyik a kedvenc gyerekem, tehát egyiket sem tudom. Igazából amelyik talán azért válik egy kicsit kedvesebbé, mert egy bizonyos tárlaton mondjuk, hát a Széchenyi őszi tárlatra egy képet kell beküldeni, azt küldöm be, hát az ezzel az eredménnyel, tehát ott egy a kicsit azért, hogy hozott egy kis kedvet még tovább is, meg egy megerősítést ahhoz, hogy talán érdemes folytatni. A másik pedig ugye itt a Észak-Magyar fotóművészeti szemlén itt szintén. Tehát, hogy amelyek egy kicsit valahol díjat nyernek, azok egy picit, nem azt mondom, hogy kedvesebbek, mert ugyanazzal a lelkesedéssel csináltam az összes kiállítási képemet, de hát végülis én választottam ki arra a feladatra, hogy most képviseljen engem mondjuk egy kiállításon, vagy egy ilyen tárlaton. Tehát valahol lehet, hogy az közelebb állt, vagy arról jobban úgy éreztem, hogy még inkább kifejezi mindazt, amit én szeretnék kifejezni, vagy valamiféle üzenetet hordoz. Úgy látom, hogy egyre többen választják hobbiuknak a fotózást, egyre többen lesznek szerelmesek a fotózásba. Esetleg annak a felnövekvő generációnak, akik most fordulnak a fotózás irányába, milyen jó tanácsot tudnál nekik adni? Hát kétféle ketté osztanám ezt a jó tanácsot. Az egyik a gépkezelés, tehát semmiképpen ne úgy kezdjék, hogy elkezdik, vesznek egy digitális gépet, és akkor azt hiszik, hogy majd ott abból majd jön a csoda, mert minden automatikus, hanem hogy azt javaslom azért, hogy tanulják meg az alapokat. Tehát, hogy működik a fény, az idő, a rekesznyílás, ahhoz meg egy egyszerű, annak idején használatos analóg fényképezőgép nagyon alkalmas, mert kinyitja az ember a hátulját, de nincs benne a film, és akkor ott lehet látni, hogy amikor szűkítem a rekeszt, akkor hogy szűkül a rekesz az objektíven, amikor beállítom az időt, akkor hogyan változik meg a kattanásnak a sűrűsége, ahogy exponálok. Tehát ezekkel azért legyen, és akkor hogy a kettőnek mi a kapcsolata egymással, hogyha szűkítem a rekeszt, és növelem az időt, akkor mi történik? Az izóval, tehát az érzékenységgel is legyenek tisztában, hogy mi annak idején a filmnek volt érzékenység, nem most meg be kell állítani a gépen, hogy ilyen érzékeny akarok, akkor majdnem sötétben is tudok fényképezni. De persze automata gépeknél, meg olyan szupergépeknél, ahol van ez az automata funkció, ott erre igazából nem is nagyon van szükség, csak hogyha valaki kreatív akar lenni, tehát ő valami mást akar láttatni, mint amit ő lát ott, azon a helyen, vagy szebbnek látja belülről a lelkével, mint amelynek valójában látszik, vagy amit a gép elsőre kidobott, hogy úgy mondjam, akkor bizony akkor bele kell tudni nyúlni a manuálisan, tehát manuálisan kell fényképezni, és akkor addig csinálni, amíg olyan nem lesz, amilyennek ő szeretné látni. Mert nem mindig akarjuk látni az előteret és a hátteret is ugyanolyan élesen, nem akarjuk ugyanolyan fényekkel és színekkel megajándékozni az előteret is, meg a hátteret is, valamikor azt akarjuk, hogy a háttér az ilyen gyönyörűen elmosódott legyen, és annak is van egyfajta textúrája, de az előtér az legyen éles, vagy a fő téma. És ehhez meg kell tanulni. A másik pedig az, hogy a kompozíció, tehát a komponálást is meg kell tanulni, tehát hogy akár milyen képet is csinálunk, tehát valamennyire tisztában kell lenni a szerkesztési alapokkal, de ez nem mindig olyan szigorú. Tehát van, ahol ettől azért sokan eltérnek, és mégis nagyon jó fotósok, nem akarok neveket említeni, de
A valódi második, az pedig, amit tudok tanácsolni, az az, hogy valahol, ha fényképezőgép van a kezében az embernek, akkor teljesen másként lát, és másként viselkedik, mint akkor, amikor baráti társaságban van, és nincs nála, és akkor nem azzal foglalkozik. Amikor fényképezőgép van a kezedben, akkor bizony olyan dolgokat is meglátsz, vagy kiszúrsz, amelyeket egyébként, amelyek elkerülik a figyelmedet. Tehát, hogy akkor is másként kell, és ezt egy kicsit úgy gyakorolni kell. Én azt szoktam mondani, hogy az embert ledobják valahonnan ejtőernyővel egy adott pontra, és akkor azt mondják neki, hogy 10 méteren belül, egy 10 méteres sugarú körbe csinálják kiállítást. Egy anyagot. Hát meg lehet csinálni. Mert valami makrózok, tehát lehet, hogy a homokba ott megy egy kis rák, vagy valami összeverekszik a másikkal, és akkor egy ilyen kis csata jelenet, az is már egy kiállítási kép. Akkor lehet, hogy a gyönyörű a naplemente, akkor a fák, akkor a madarak, minden. Szóval, de ez egy városban is így van, tehát itt mondjuk a Salgóteremben ledobnának valahol, vagy kijelölnének egy helyet, onnan is csak figyelni kell. És hogyha figyel az ember, biztos, hogy legalább 10 olyan téma elébe kerül, ami lehet, hogy az egyik nagy látószöggel készült, valami teleobjektívvel, vagy makróval, de az a lényeg, hogy ott azon az egy ponton biztos, hogy lehet csinálni 10 olyan képet, amivel már lehet valamit kezdeni egy kiállításon, vagy be lehet küldeni mondjuk egy fotópályázatra. Csak ezt gyakorolni kell, és tudatosan kell egy kicsit úgy nézni akkor is, amikor tanul az ember, amikor nincs nála a fényképezőgép. Vagy így összeteszik ez, és akkor hú, milyen lenne ez, milyen jól mutatna ez is. És ezt javaslom, hogy ezt gyakorolják sokat, és biztos meg fogják látni azt a csodát, ami körülöttünk van, hogy mindenhol van valami, amit érdemes megmutatni, és a többiek nem veszik észre. És ezért tetszik mondjuk a közönségnek, mert ő ezt nem látta, pedig ott volt előtte, ugye? Mert nem úgy, nem ezzel a szándékkal figyelt. Hát köszönöm, Imre, hogy eljöttél, és bevezettél minket a fotózás rejtelmeibe. Nagyon szívesen, én is köszönöm szépen a meghívást. Most pedig, kedves nézőink, ahogyan azt már megszokhatták, idézőjel rovatunk következik. Sündögök. Farkaséjség lett rajtuk úrrá. Alkonyatkor indultak portjára. Medvék hátán lovagoltak, feltörték a csigaházakat, kirabolták a fácán fészkeket. Tűéles fogaikkal sváb bogarakat ropogtattak. Az éjszaka rejtelmes koboldjai. Opálos szemük világított a sötétben. Fürkésztek, szagláztak, szimatoltak. Felborogatták a liziantuszok cserepeit. A sűncsapdákba szaladtak, és ott ragadtak. Nem sejtették, hogy többé nem engedett szabadon az éji vadakat. Összegömbölyödsz árván, ha beköszönt a fagy. A Kincstársalgó mai adása véget ér, de ne szomorkodjanak, ugyanis a jövő héten még jelentkezünk, és új témákkal várjuk Önöket. Addig is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!